Kontúr Pál országgyűlési képviselő volt a vendége a polgári szalon legutóbbi április 11-i összejövetelének. A vendég a fórumon arról beszélt, hogy a baloldal már kétszer csődközelbe vitte az országot, és ezt nem szabad elfelejteni. A pénzközpontú szemlélet nagyban hozzájárult az ország legyengüléséhez, ráadásul közben leértékelődött a kétkezi munka, így nem meglepő, hogy gondok vannak a szakmunkás képzés területén. Ezzel szemben a Fidesz munkaalapú társadalomban gondolkodik, amely méltóságot ad az embereknek. Ezért dolgoztuk ki a munkahelyvédelmi programot, és ezért ösztönözzük a vállalkozásokat a hátrányos helyzetűek, kismamák, tartós munkanélküliek, romák, pályakezdők foglalkoztatására, mondta Kontúr Pál, aki azokat, akiknek ma nincs munkájuk, kitartásra kérte, és azt hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentéssel és az országból nagy profitot kiszivattyúzó cégek megadóztatásával a kormány egy igazságosabb társadalom alapjait teremti meg.